erős vár a mi Istenünk. Rendhagyó evangélikus istentiszteletet közvetítünk Budafokról. Rendhagyó alkalom ez, hiszen az egyház püspökeinek határozata alapján, éppen a hívek egészségének érdekében, a koronavírus járvány ideje alatt országosan nem tartanak istentiszteleteket. Itt Budafokon most mégis felhangzik az ige és az ének, hogy szóljon Isten békességének üzenete az otthon maradottaknak, azoknak, akik a képernyők előtt ülve bekapcsolódnak most adásunkba. Ezért is feliratozzuk az énekeket, hogy ezzel is segítsük a közös Isten tiszteletet. Igét hirdet dr. Fabinyi Tamás elnök püspök, a liturgiában szolgál Hocker Zsolt, a gyülekezet lelkésze, közreműködnek a fővárosi protestáns kantorátus énekesei, orgonál Homoki Olga. Vigyázzatok! Mi evangélikusok a Szentírást ez alapján a kis gyűjtemény alapján, az útmutató nevű válogatás alapján olvassuk. Ebben március hónapra ezt az egy jézusi szót adták elénk. Vigyázzatok! Aktuális üzenet? Ma, amikor a járvány elleni védekezésről szól az életünk, Jézus szava nagyon is aktuális. Vigyázzatok! Azaz, legyetek figyelmesek! Figyeljetek oda magatokra, figyeljetek oda a családtagjaitokra, figyeljetek oda egymásra. Jézus, amikor felszólít a vigyázásra, akkor az utolsó idők jeleiről beszél. Lukács ezeket fel is jegyzi. Mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek. Rettenetes dolgok történnek. Nem félelemkeltés, nem riogatás ez, hanem a féltőn szerető Isten felhívása, vigyázzatok. Legyetek éberek. Lássátok meg ezeket a jeleket. Vigyázzatok. Az eredeti szövegben ez a szó azt is jelenti, nézzetek, figyeljetek. A 25. Zsoltárban azt olvassuk, szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Vigyázzatok, azaz figyeljetek, nézzetek Istenre. A bőti időszak amúgy is erről kell, erről kellene, hogy szóljon. Most lehetőséget és időt kapunk erre. Ezen a mai Isten tiszteleten is tegyük ezt. Nézzünk Istenre, figyeljünk az Isten igéjére. Vigyázzunk!
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Örvendj, Jeruzsálem! Jöjjetek, akik szeretitek és szívből újjongjatok. Akik gyászoltok, lejjetek vígaszra benne. Sóvárok, sőt, eped az én lelkem az Úr házáért. Testem és lelkem újjongva fordul az élő Isten felé. Boldog, akinek te vagy ereje, akit szíve a házadba vívő útra vezére. A síralom völgye források völgye lesz, amikor a Sion felé átvonulnak rajta. Örvendezek, amikor ezt hallom, az Úr házába megyünk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra. Valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Beismerem, Uram, hogy sokszor panaszkodtam az élet ellen és ellened. Beismerem azt is, hogy életemet nem úgy használtam fel, amint az atyai kegyelmethez méltó. Beismerem, hogy a halálra rászolgáltam. Megérdemelném, hogy eltörölj engem is a föld színéről. De kérlek, Uram, szűnjön meg haragod. Bocsáss meg nekem, és légy irgalmas hozzám. Amen. Bízzatok, testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki szeretett minket, és vére által megszabadított bűneinktől. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Istenünk, félelmeinkben Te vagy életünk támasza. Kétségeink között Te vagy a bizodalmunk. Szomorúságunkban közel vagy hozzánk. Töltsd be minket örömöddel, amely Jézus Krisztusban, ami testvérünkben rejlik. Övé a dicsőség most és mind örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mai vasárnap evangéliumát, Lukács írása szerinti evangélium 21. fejezetéből az 5. verstől a következőképpen. Amikor némelyek azt mondták a templomról, hogy az gyönyörű kövekkel
és fogadalmi ajándékokkal van díszítve. Ő így szólt. Jönnek majd napok, amikor ezekből, amiket itt láttok, nem marad kő kövön, amit le ne rombolnának. Ekkor azt kérdezték tőle. Mester, mikor lesz ez, és mi lesz a jele, hogy ez megtörténik? Ő pedig így válaszolt. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok, meg azt, eljött az idő. De ti ne kövessétek őket. Amikor pedig háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rettenjetek meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de ez még nem a vég. Azután így folytatta. Nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad. Mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek. Rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek tűnnek fel az égen. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Az ünnep epistolája János apostol mennyei jelenésekről írt könyvének 21. és 22. fejezetéből hangzik. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni. Ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Aki szomjazik, jöjjön. Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét olvasom Ámosz próféta könyvéből, a 8. rész 11. és 12. verséből a következőképpen. Jön majd idő, így szól az én Uram az Úr, amikor éhséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Támolyognak majd tengertől tengerig, és északtól keletig. Bolyonganak és keresik az Úr igéjét, de nem találják. Amen. Szeretett testvéreim, a Jézus Krisztusban, örülök, amikor az Úr házába megyek. A mai vasárnap Zsoltára egy verse, egy sora ez, és most mégsem mehetünk az Úr házába. Szinte üres templomban tartjuk most itt a budafoki evangélikusok szent helyén ezt az istentiszteletünket. Sem a padokban, sem az úrvacsorai térdeplőn nem ér össze a könyökünk, vagy a térdünk, mint ahogyan a tele templomban általában, de hiszem, hogy annál inkább összeér a szívünk. Összeér a szívünk azokkal, akik most otthonukban, vagy éppen kórházban, vagy szociális otthonban nézik ezt az adást, és bekapcsolódnak, és igenis istentiszteletet, teljes istentiszteletet tudnak ünnepelni. Akik a képernyő előtt ülnek, felekezeti hovatartozástól függetlenül bekapcsolódhatnak az istentiszteletbe. Sőt, az sem számít most, hogy valaki buzgó hívő, szenvedélyes kereső, vagy éppen az életét Isten nélkül akarja berendezni. Most mindenkihez szól Isten igéje. Életem nagy részét olyan lakásokban, otthonokban töltöttem, ahol a parókiával együtt van a templom. Jól ismerem ezért az üres templom látványát. Amikor még jóval az istentisztelet után bemegyek oda, először néma csönd van, aztán megmozdul minden, jönnek az apróbb zajok. Érkezik az egyházfi, kirakja az énekszámot, valamelyik testvér hozza az oltárra a virágot, a kántor előkészíti a kottáit, az énekkar beénekel, és lassan szálingóznak a hívek. Halk duruzsolás, barátságos köszöntés, az énekeskönyv kinyitása jellemzi ezt az izgatott, feszült időszakot. Ma, testvéreim, nem tehetjük ezt. Ugyanakkor részt vehetünk otthonainkban istentiszteleten. Ebben az órában is bekapcsolódhatunk a közvetítésbe. Ha lehet, kérem, most legalább egy rövid időre hagyjuk abba, szüntessük be a híreknek a böngészését, és kapcsolódjunk be ebbe a lelki közösségbe. Szerte a világban sokan imádkoznak most. Istentiszteletünk záró imádsága a világ 75 millió evangélikusát tömörítő Lutheránus Világszövetség ajánlására megszövegezésében hangzik majd el. Ez is azt jelenti, hogy egy globális ima közösséget tudunk alkotni. Sokan mondják ezekben a hetekben, napokban, hogy mindez, ami történik körülöttünk, ez a járvány, Isten büntetése. Büntetés? Úgy látom, hogy nem. Ez inkább próbatétel. Persze, lehet büntetés eleme is mindennek, hiszen nagyon sokan egyes emberek felelőtlensége és globális bűnök is hozzájárultak a mostani helyzethez, mint megannyi katasztrófához, de magam ezt mégsem büntetésnek, hanem próbatételnek tekintem. Hiszen hitünk középpontjában változatlanul Jézus Krisztus keresztje áll, aki feltámadása által szerető atyánk lett, Jézus Krisztus. Valljuk ezért, sokszor meg kell vallanunk ezért, hogy sokszor koronavírus sem kell ahhoz, hogy eláruljanak a templomaink, a szent helyeink, hogy üresek maradjanak a templompadok. Ezért figyelmeztetés, a jólétben élő és elkényelmesedett kereszténység számára figyelmeztetés most ez az üres templom, és azt a vágyódást kell, hogy a szívünkben elérjük, hogy újra templomba mehetünk, megtölthetjük a szent helyeinket, és immár nem csak a lelkünk, a szívünk, hanem a könyökünk és a térdünk is majd egészséges körülmények között összeérhet. De valóban sok felelősséggel tartozunk mindannyian. Gyökösi Endre református lelkipásztornak van egy megrendítő írása, abban a lelkész azt tapasztalja, hogy egyre inkább elfogynak a hívei,
és a végén már üres a templom. Kétségbe esve harangozik, de nem jön senki, ezért nem tehet mást, mint maga is kimegy a templomból, leül egy padra a templom mellett, és onnan a dombról végig pásztázza a falut. És elkezd Istennel beszélgetni. És elhatározza, hogy immár nem az embereknek beszél Istenről, hanem az Istennek beszél az emberekről. Valósággal végig imádkozza a falut. Uram, látod, hogy ezt a házat korrupcióból építették. Itt házasságtörők vannak, itt egy beteg, lázas ember van, itt egy boldog, fiatal házaspár. Imádkozom értük, Uram, könyörülj rajtuk. És ahogy így végig imádkozza a falut, helyreáll az ő Istennel való kapcsolata is, és egyszer csak az emberek elkezdenek újra templomba járni. Mert az imádságnak ereje van, és az akkori, attól kezdve mondott prédikációi megérintik az emberek szívét, úgy mondja Gyökösi Endre ebben az írásban, tisztelendő úr, mostantól fogva megfényesedünk a szavaitól. Először ezért hadd szóljak azokhoz a lelkipásztorokhoz, akik férfiak és nők, fiatalok és idősek ma nem tudnak istentiszteletet tartani. Legalábbis nem a megszokott körülmények között. És mégis tartanak istentiszteletet, és köszönet minden lelkipásztornak és munkatársnak ezért. Legépelik talán hagyományos módon írógéppel az idősebbek a prédikációkat, és bedobják a hívek postaládájába, vagy éppen interneten, e-mail segítségével küldik el a vigasztaló szavakat, vagy telefonos lelkigondozást folytatnak, vagy online istentiszteleteket tartanak. Nagyszerű. Azonban ne felejtjük el, szeretett lelkész testvérek, hogy mindenek előtt imádságban kell Isten elé vinni a híveinket, hogy azután tudjuk az ő üzenetét és vigasztaló szavát továbbítani, megszólaltatni, különösen is a bajba jutottaknak. Kedves igehallgatók, másodikként pedig immár mindenkihez hadd szóljak. Igen, a próbatétel idején, templomtalanságunkban és a közösség az összetartozás erejéről szeretnék szólni, amelyre jó visszaemlékezni, akár a kezdő Zsoltár alapján, hogy milyen jó volt templomba menni, milyen jó volt közösséget vállalni a hívekkel. Dietrich Bonhoeffer Közösségben című írása, ő a német mártír teológus, arról szól, hogy mit jelent a közösség áldása az apostolok számára, ahogyan egy Timóteus vágyódik arra, hogy a hívekkel ne csak tintával és papírossal, hanem személyesen szívtől szívig találkozzon. Vagy ahogy Pál apostol az efezusi gyülekezetnek, vagy a filippi gyülekezetnek azt írja, hogy mennyire szeretlek titeket és várom a személyes találkozást. Bonhoeffer így ír. Ha a mai napig közösségben élhettünk más keresztényekkel, áldjuk Isten szívünk mélyéből, adjunk hálát térden állva, és ne feledjük, kegyelem, csak is kegyelem, ha még ma is keresztény testvéreink társaságában élhetünk. Igen, Isten ma is adja nekünk a lehetőséget, nem csak lelkészek lehetősége, minden keresztény lehetősége ez, hogy kapcsolatot tartsunk egymással, legalább telefonhívással, közös imádsággal, egy-egy elektronikus levél elküldésével, magányosokkal és idősekkel és betegekkel, hogy a közösség kisebb köreit megteremtsük, hogy Isten aztán a szétszóratásból az ő népét összegyűjtse ismét reménységünk szerint megfelelő időben Isten tiszteleti közösségre. Az említett Dietrich Bonhoeffer példája arra is megrendítő, hogy amit ő elméleti teológusként leírt a 30-as években, azt a 43-44-es években börtön levelei nyomán hogyan tudta megélni. Mert a Hitler ellenes merényletben való részvétele miatt bebörtönözték, és 1943. július 3-án a következőt írt a szüleinek, magánzárkából. Tégel, 1943. július 3. Amikor este 6 órakor megszólal a börtön kápolna harangja, ez a legalkalmasabb pillanat, hogy levelet írjak nektek. Különös, hogy milyen hatalommal bírnak a harangok az emberek fölött,
és milyen mély benyomást tudnak tenni. Annyi élmény kapcsolódik hozzájuk. Szavuk elűzi a békétlenséget, az önzést, a hálátlanságot. Álmaimban minden eddiginél jobban közöttetek vagyok szabadon. Kedves igehallgatók, amikor megvagyunk fosztva a közösségtől, akkor tudjuk igazán értékelni az emberi kapcsolatokat. Amikor nem mehetünk templomba, akkor támadhat fel leginkább bennünk a vágy az Isten tiszteleti közösségre. És erről szól prédikációs alapigénk, erről a szomjúságról, vágyról. Jön majd idő, így szól az én Uram az Úr, amikor éhséget bocsátok a földre, nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Igen, mert van olyan, amikor Isten hallgat. Isten hallgat, mint egy Bergman filmben. Van olyan, amikor az ige elvétetik az emberektől. Ebben a helyzetben viszont hiszem, hogy annál inkább feltámad a vágy, Isten igéje és az Úrral való találkozás iránt. Mindezt világi szókinccsel is ki lehet fejezni, ahogyan a Kutya című versében teszi József Attila, oly lompos volt és lucskos, a szőre sárga láng, éhségtől karcsú, vágytól gírhes, szomorú derekáról messze lobogott a hűvös éji szél. Futott, könyörgött, tömött, sóhajtó templomok laktak a szemében, s kenyérhéját, mi egymást keresgélt. Egyszer csak előbúvik nappali rejtekéből belőlünk, az az oly igen éhes, lompos, lucskos kutya, és Isten hulladékot, Isten darabkákat keresgél. Testvéreim, ez ugyanaz az Isten keresés, csak szekuláris módon kifejezve, mint amiről Ámosz ír, támolyognak a tengertől tengerig, északtól keletig, bolyonganak, keresik az Úr igéjét, de nem találják. Igen, ebben a helyzetben, amit a próféta fölvázol, nem egyszerűen csak lokális nyomorúságról van szó, hanem észak, kelet, nyugat, dél, minden égtáj érintett ebben, minden égtáj fertőzött ebben, globális méretű a járvány. Az minden égtájra kiterjed a válság. Az istentelenség és az embertelenség vírusa mindent áthat, világjárványról van tehát szó. És ebben a helyzetben olvassuk Isten igéjét, ezt a bátorító igét, hogy éhezni és szomjazni fognak az Úr szavára. A prédikáció után énekelni fogjuk a kedves protestáns zsoltárt, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, lelkem Istent úgy óhajtja és hozzáfohászkodik. Igen, a bibliai 42. zsoltár ez, éppen olyan élethelyzetről van szó, amerről Ámosz beszél, és amelyben mi magunk is vagyunk, megfosztva a templomi közösségtől, de annál inkább vágyakozva az Isten igéjére. A folytatás is így szól a zsoltárban, Isten után szomjazik lelkem az élő Isten után, mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt, könnyebb lett a kenyerem éjjel és nappal. Ugyanakkor, és ez a vigasztaló, ebben az élethelyzetben is felbukkan a motivum, hogy milyen erő rejlik a közösség tudatában, a korábban kialakított közösségek átélésében. Arra emlékszem, folytatja a zsoltár, arra emlékszem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos újongással és hálaénekkel az ünnepi sokaságot. Minden üres templomban, vagy éppen otthonunkba zárkózva is erőt meríthetünk az egykori közösség felidézéséből. Jó visszaemlékezni teli templomos istentiszteletekre, vagy akár kicsiny szórványhelyzetre. Jó felidézni személyes kérdéseket megvitató bibliaórák emlékét, vagy egy nagyszerű ifjú órát. És amikor most nem vehetünk, mert nem vehetünk így úrvacsorát, akkor felidézhetjük azokat az áldott pillanatokat, amikor Krisztus testét és vérét magához vehettük. Az ostya és a bor íze már csak emlékként van bennünk, de most hiszem, még ez is erőt adhat.
Megízleltétek, hogy jóságos az Úr, olvassuk Péter apostol első levelében. De ez most nem csak múlt, hanem a jelen is, hiszen Adival együtt mondhatjuk, számban nevednek jó íze van. Az ostya íze nincs a szánkban, de Isten neve az imádság által ott van a szánkban, és az jó ízű szó az erőt adó imádság. De éppen ez a kényszerű tartózkodás kelthet bennünk elemi vágyat arra, hogy amint majd lehet, újra buzgón vegyük magunkhoz a szentséget, az úrvacsorát, Krisztus testét és vérét, és rendszeresen éljünk azzal, ahogy Jézus is vágyva vágyott arra, hogy tanítványai körében elköltse a húsvéti vacsorát, úgy mi is ilyen odaadással és egzisztenciális éhséggel várhatjuk az újabb úrvacsora vétel lehetőségét, és hiszem, hogy megfelelő időben ez eljön. De a hirdetett igét addig se veheti el tőlünk senki és semmi. Isten igéjét olvashatjuk a Szentírásban, meg annyi írásmagyarázat vigasztalhat, bátoríthat minket, ahogy említettem, a leleményes ige hirdetés a távoktatáshoz hasonlóan áthatol a falakon, távolságokat legyőzve eljuthat hozzánk a mi szívünkhez. És az apostoli szót is megfogadhatjuk. Incsétek egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással, énekeljetek szívetekben az Úrnak. Igen, lelki szemeimmel látom, hogy hány és hány otthonban tartotok családi áhítatot. Hallani vélem azt, az ének szót, amely fölcsendül most otthonokban, ebédlő asztal körül, gyermeketek ágya mellett, vagy ahogyan a balkon éneklés most kedves szokásává szerte a világban, egyházunkban is van erre kísérlet és kezdeményezés, hogy keresztény balkon éneklés megfelelő időben legyen valósággá, és így éljük meg hitünket. Böjt idején a szenvedő Jézus nyomában járunk, aki fájdalmak férfia, betegség ismerője. És ahogyan ő hordozta a keresztet, nekünk is fel kell vennünk a keresztünket. Akkor lehetünk Jézus tanítványai. Ezért mondtam, hogy ez az időszak nem büntetés, hanem próbatétel. Mert a kereszt sohasem lehet büntetés, csak próbatétel, hogy hordozzuk-e azt. És Cirénei Simonhoz hasonlóan, aki egy időszakra legalább átvállalta Jézus keresztjének a hordozását, tudjuk-e mi is a másik keresztjét is hordozni? Ahogyan az apostol mondja, egymás terhét hordozzátok. Igen, mindenki elmondja, én is hangsúlyozom. Maradjunk otthon, de törődjünk az egyedülállókkal, a karanténban vagy kórházban levőkre, nagyon figyeljünk és imádkozzunk értük. Diakóniai intézményeink ellátottaira és dolgozóira, akik irgalmatlanul nehéz munkát végeznek az irgalmas Isten jegyében, gondoljunk, tegyünk értük, segítsük őket, családjaikat. És véletően egész Böjtben, beleértve a nagy hetet, templom nélkül maradunk. De hiszem, hogy amikor majd lehet, hogy húsvét után, de ismét együtt leszünk, ki tudja, hogy húsvétkor hogyan tudunk Isten tiszteletet tartani, de mindenképpen a feltámadott igéjét fogjuk továbbadni, mert Jézus ezt mondta, én élek, és ti is élni fogtok. Ez már most az a húsvéti üzenet, amerre előre tekinthetünk. És addig is vágyakozzunk az Istennel való közösségre, a templomra, de még inkább Isten igéjére. Ahogy Clairvaux-i Bernát misztikus szép énekében énekeljük, Jézus édes emlékezet. Ugye milyen jó visszaemlékezni a Jézussal való Isten tiszteleti közösségre. De Jézus most is velünk van, mert így folytatódik az ének. Ki téged ízlel, éhezik, és szomjasabb, aki iszik. De másra már nem szomjazik, csak Jézusért óhajtozik. Ez az ige, Ámosz próféta igéje arról szól, hogy nem kenyére fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem Isten igéjének hallgatására. Ha törődünk egymással, ha gondoskodunk az elesettekről, hiszem, hogy mindenkinek lesz elég élelme. De lesz-e mindenkinek lelki tápláléka? Ez a mi felelősségünk, keresztény emberek, egyháziak felelőssége.
A mostani időszak ezért próbatétel, hogy amit eddig talán biztonságos körülmények között elhanyagoltunk, az iránt felébred-e bennünk a vágy, hogy az eddiginél szenvedélyesebben hallgassuk Isten igéjét, mohóbban vágyjunk az úrvacsorára, és kitartóbban keressük a keresztény közösséget. Talán túl pesszimista ez az ige, amit választottam, hiszen ott támolygásról van szó, és nincsen fogódzó. Nem, ez nem pesszimista, hiszen a Szentírás egészében az összefüggéseket látva azt mondhatjuk, hogy Jézus felkínálja a vele való találkozásban az éhség csillapítását és a szomjúság elmúlását. Aki szomjazik, jöjjön, aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Ez a feltámadott Jézus szava. Isten igéje velünk van, adjuk tovább. Amen. Imádkozzunk. Urunk, őrizd meg népedet és minden embert a mostani próbatételek között. Segíts, hogy ebben az országban és az egész világban emberek, beleértve politikusokat, félre tudják tenni az ellentéteket. Add, hogy a fizikai távolság lelki közelséget jelentsen. Hozd el a lelki éhség és az igére való vágyódás napját, és a veled való naponkénti találkozás örömét. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy bár templomainkat zárva tartjuk, Isten tiszteleteinket sok gyülekezetben megtartjuk vasárnaponként digitális formában. Itt a budafoki evangélikus Isten tiszteleteket a gyülekezet honlapján tudják követni, vagy Facebook oldalán élőben is lehet követni. De igény esetén a gyülekezet munkatársai, lelkészei és munkatársai eljuttatják postai úton az igehirdetéseket testvérek számára. A televízió képernyőjén köszöntjük erdélyi testvéreinket, mert a budafoki gyülekezet régóta kapcsolatban van a barcasági Hosszúfalú fűrészmezei evangélikus csángókkal. Innen is köszöntjük őket, tudjuk, hogy bekapcsolódtak Isten tiszteletünkbe. Fontos, hogy a határon túli magyarok ebben az idei jubileumi esztendőben különösen is érezzék mindannyiunk odafigyelését. Az Isten tiszteletek ősi gyakorlata a persejezés, amikor is az egyház sokrétű szolgálatát lehet támogatni. Kérjük híveinket, hogy a templomi istentiszteletek kényszerű szüneteltetése idején se feledkezzenek el az offertóriumról, és támogassák saját gyülekezetüket. Mi ma rendhagyó módon tartunk gyűjtést. Egyházunk több ezer idős és rászoruló emberről gondoskodik intézményekben vagy saját otthonaikban. Mostani adományunkkal az evangélikus diakóniának a járvány idején különösen is fontos munkáját támogatjuk. A védekezés költségeihez, a felelős gondoskodáshoz nyújtunk segítséget. Amennyiben tehetik, a mai istentiszteletre szánt persepénzt az evangélikus.hu honlapon is megtalálható számlaszámra utalhatják. Ez pedig így hangzik: Magyarországi Evangélikus Egyház 117 07 024 20 47 80 70. A képernyőn is olvasható ez a számlaszám. Kérjük, a közleménybe írják: diakónia. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Thank you.
Imádkozzunk. Gyógyító Urunk, könyörülj az egész emberiségen, amely kétségek között, betegség és félelem terhével vívódik. Jézus Krisztusért kérünk. Urunk, hallgass meg minket. Jöjj segítségünkre a koronavírus világméretű terjedése idején. Gyógyítsd a betegeket, védelmezd meg családtagjaikat és barátaikat a fertőzéstől. Jézus Krisztusért kérünk. Urunk, hallgass meg minket. Add nekünk a szeretet és önfegyelem lelkét, hogy közösségben lehessünk egymással, és végezhessük munkánkat a koronavírus kontrollálása és hatásának kiküszöblése ügyében. Jézus Krisztusért kérünk. Urunk, hallgass meg minket. Tégy minket éberré, figyelmessé és cselekvővé minden betegség, a malária, HIV és az AIDS és egyéb betegségek megszüntetésében, amelyek szenvedést hoznak és sokak halálát okozzák a világban. Jézus Krisztusért kérünk. Urunk, hallgass meg minket. Gyógyíts ki az önközpontúságból és közönyből, abból, hogy csak magunkért aggódunk. Törd át a bátortalanság és a félelem korlátait, ami miatt nem törődünk embertársainkkal. Jézus Krisztusért kérünk. Urunk, hallgass meg minket. Erősítsd és támogasd az egészségügyben és a szociális területen dolgozókat, az ápolókat, orvosokat és mindenkit, aki a betegekért és hozzátartozóikért fáradozik. Jézus Krisztusért kérünk. Urunk, hallgass meg minket. Adj bölcsességet és kreativitást a kutatóknak, akik a vírus ellenszerének fejlesztésén fáradoznak. Jézus Krisztusért kérünk. Urunk, hallgass meg minket. Erősítsd a dolgozókat és munkaadókat, akiknek a megélhetése veszélybe került a bezárások, a karantén, a lezárt határok és egyéb korlátozások miatt. Minden munkaadóért és munkavállalóért imádkozunk, és védelmezd azokat, akiknek mégiscsak útra kell kelniük. Jézus Krisztusért kérünk. Urunk, hallgass meg minket. Vezesd a nemzetek vezetőit, hogy igazságot szóljanak, megállítsák az álhírek terjedését, és olyan igazságos lépéseket tegyenek, ami által egész néped gyógyulást láthat. Jézus Krisztusért kérünk. Urunk, hallgass meg minket. Gyógyíts meg világunkat. Gyógyíts testünket, erősíts szívünket és gondolatainkat a bizonytalanság közepette. Adj reményt és békességet. Jézus Krisztusért kérünk. Urunk, hallgass meg minket. Ölelő karoddal védelmezd az elhunytakat és azokat, akik a mai napon fognak meghalni. Vigasztald szeretteiket a szomorúság idején. Jézus Krisztusért kérünk. Urunk, hallgass meg minket. Emlékezz meg szeretetben népedről, az egész emberiségről és a teremtett világ egészéről. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Krisztus, érgalmazd mi nekünk, és
Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát tereád és adjon neked békességet.